A járvány miatt meghozott mentőcsomag részeként a leginkább rászorulókat támogatják a kormányzat intézkedései, hangsúlyozta a péntek délelőtti gyulai sajtótájékoztatón Kovács József. Térségünk országgyűlési képviselője elmondta, a következő időszakban kiemelt szerepet kapnak a nyugdíjasok, igyekeznek ugyanis visszaépíteni a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat. A gazdaság teljesítő képességének megfelelően már meg lett ítélve a nyugdíjasoknak, kivétel nélkül mindenkinek egy úgynevezett egyszeri 80 ezer forintos nyugdíj prémium. Amellett van egy másik hír is, miszerint a folyamatos visszaépítést követően, mármint a 13. havi nyugdíj visszaépítés következik, aminek a kifizetésére a jövő év februárjában kerül sor. Kovács József emlékeztetett, a kormány döntései nem csak a nyugdíjasokra vonatkoznak. Januártól 200 ezer forintra nő a minimálbér, és 260 ezer forintra a szakmunkás minimálbér, ami mintegy 600 ezer embert érint közvetlenül, és várhatóan a többi bérsávot is felfelé mozdítja majd. Kovács József hangsúlyozta, a családi adó visszatérítés is fontos lépésnek tekinthető. Ez körülbelül 2 millió szülőt érint, és összesen több mint 600 milliárd forint támogatást jelent, ami ott marad a családoknál. A gazdasági növekedés százaléka, amit előzetesen előrevetítettek, hogy 5,5%-nál lehet ezeket realizálni, ez ennél már biztosan nagyobb lesz, már láthatjuk a számokból, mert gyakorlatilag ezek már, sőt a 6%-ot is úgy néz ki, hogy meg fogja haladni. Az országgyűlési képviselő elmondta, januártól nem kell jövedelemadót fizetniük a 25 év alattiaknak, ezzel havi több 10 000 forinttal emelkedik a keresetük. Az intézkedés érinti az őstermelőket, az alkalmazottakat, de még a diákmunkát végzőket is.